Üdv! Hello, szia! Üdvözöllek, én Szabó Viktor vagyok, és a mai videóban elhoztam neked a kedvenc videósaim. Nem akartam ilyen dologról videót csinálni, de rengeteg Q&A-ben megkapom, hogy szia Viktor, te kiket nézel, kik a kedvenc videósaid Magyarországon, úgyhogy összegyűjtöttem. És kettő dolgot előre tisztáznunk kell. Az első, hogy a listán szereplő arcok közül van pár, akivel már találkoztam, beszélgettem, vagy esetleg nem találkoztam, de a Discordon beszélgettünk, vagy egyéb helyeken. Szóval valamennyire ez egy elfogult lista lesz, és ha nagy videós vagy, és már beszéltünk, akkor léci ne nézd meg, mert félek attól, hogy picit ilyen kringé lesz, hogy itt szarrá dicsérek embereket. De hát ez van, ami jó, az jó, igazából. Ez nem egy ilyen benyalós lista akar lenni, őszinte akarok lenni, és egyúttal, hogyha te tartalomgyártó vagy, vagy szeretnél az lenni, akkor elmondom, hogy szerintem ezek a csatornák miért sikeresek, vagy én mit kedvelek bennük. Szóval, hogy megpróbálom picit ilyen edukatív formába csomagolni ezt az egészet. A másik, amit leszeretnék még szögezni, hogy nem lesz rajta a listán mindenki. Szóval, hogy én például a Nessa-jal már többször találkoztam, beszélgettünk, és egy remek ember, de én nem nézem a videóit, szóval, hogy emiatt nem lesz rajta ezen a listán. De ez nem jelenti azt, hogy ő ne lenne jó videós, nyilván. Azért ott van 700 ezer ember, szóval nem kell senkinek se elmondanom, hogy egy jó videós, de sok ilyen ember lesz, aki népszerű, de én nem nézem rendszeresen a videóit. Nyilván van, hogy berakok egy Nessai videót, amikor aludni szeretnék. Nem egyébként, viccelek. Szóval nyilván meg szoktam nézni egy-egy Nessai videót, de nem vagyok ilyen rendszeres Nessai fogyasztó. Szóval lesznek ilyen videósok, akik népszerűek, akiket sokan szeretnek, de egyszerűen nem kerültek fel erre a listára, mert nem képezik, úgymond, a minden napjaim részét. Persze őket is követem, meg imádom, de ja. Meg például ide sorolhatnám mondjuk a Tanulom Magam csatornát, ott is egyszer beszéltem az Atissal, nagyon jó arc volt, meg segítőkész, jók a videói, szerintem nagyon értékesek, hiánypótlóak, kell a magyar YouTube-ra egy ilyen csatorna, de én nem nézem ezeket a videókat, néha-néha egyet megnézek, amikor a téma érdekel, de na, értitek, túlmagyarázom. Szóval, vágjunk is bele, betűrendben jönnek a csatornák, tehát nem izévsz sorrendbe, hogy én kit szeretek a legjobban, vagy kit nézek a legtöbbször, úgyhogy első a 444.hu nevezetű YouTube csatorna. Ja, hát lesz itt biztos olyan, aki nem ért ezzel egyet. Ott is igazából a magyar yeti sorozat. Nagy inspiráció egyébként, hogy egy híroldal ilyen igényesen, ilyen szépen szerkesztett, szépen felépített műsorral rukkol elő. Ez engem már első körbe levett a lábamról. Politikai hovatartozástól függetlenül szerintem érdemes belepillantani ebbe a sorozatba, és inspirálódni abból, hogy mennyire összeszedett, mennyire naprakész, mennyire jól egyensúlyoznak a poénokkal, például volt ez a táskás poénjuk. Szerintem brilliáns, és meg is értem, hogy nem készül belőle napi szinten egy darab, mert ezt nem lehet napi szinten gyártani, és ja, bármelyik tartalomgyártónak remek inspiráció lehet. Nyilván ez egy híroldal, mindenféle fajta videó jön, szóval itt nagyon nem fejtegetném a siker titkát. Menjünk tovább. Olyan csatornákat próbáltam felrakni erre a listára, akik aktívak, de ők mégis valahogy belecsúsztak, ez nem más, mint a 6 lépés nevezetű YouTube csatorna. Olyan általános igazságok vannak fent ezen a csatornán, és olyan fiataloktól jövő életszemlélet átadás, ezt nagyon hülyén fogalmazok, de hogy fiatalok megfejtik a világot, és szerintem ez baromi jó, és a mai napig vissza lehet ezeket nézni. És egyébként tök érdekes, főleg most, hogy egyébként ők befutottak, és letarolták az internetet, így meg még érdekesebb visszamenni és megnézni ezeket a videókat, meg akár inspirációt, ötletet, vagy akármit adhatnak, esetleg ha abba az életszakaszba vagy, amiben ők voltak akkor, akkor előrébb vihetnek ezek a videók. Szóval egy ilyen archívum, ami tök szép, hogy az interneten fennmaradt, és ja, ennyi. Igazából megyünk tovább. Anonym Ink! Igen. Ő egy tech videós, meg szoktam nézni a kis tech videóit. Érdekes stílusa van, talán nála, és egyébként még sokaknál az a siker titka. Ja, egyébként a 6 lépés csatorna az nem lett sikeres, szóval hogy ott nincs siker titka. Viszont Anonym Inknél is szerintem, sok embernél fogom ezt mondani, hogy egyrészt a rendszeresség a siker titka, tehát hogy rendszeresen jönnek hétről hétre a videók, sok videó, ez az egyik titok. A másik titok pedig az, hogy sok embernek a YouTube-on olyan vibe-ja van, mint
mint a srác a szomszédból. És az anonimink is egy ilyen csávó, hogy ilyen kis, akár itt a szomszédba is nyomhatná a videókat, senkit nem zavarna. Egy ilyen semmiből feltört ember, aki hirtelen csinált egy 100 000-es csatornát. Szóval, hogy neki ilyen vibe-ja van. Érdekes karakter, én azt mondom. Vele még sose beszéltem, nem találkoztam, de biztos, hogy nagyon jó arc amúgy. De úgy megértem, ha valakinek nem szimpatikus. Szóval, hogy inkább tehát megosztóbb, mint mondjuk egy, nem tudom, kit mondjak. De vannak ilyen emberek, akik mindenkinek szimpatikusak. Szóval őt megértem, ha valaki nem szereti, nem jön be neki a stílus, de szerintem tök jó koncepciói, ötletei és videói vannak. Én szoktam csekkolni, ha érdekel a téma. Benszülött Bálna, hát itt nem tudok nem elfogult lenni. Szóval, hogy Bálna, igen. Hogyha valaki szereti a videójátékokat, a telós játékokat, a Nintendót, akkor javaslom ezt a csatornát. Ja, évek óta tolja, és igazából a régi videókat visszanéztek, sem lesz nagy minőségi romlás, úgyhogy ja, ajánlom. Content Rumble, hát kicsit hazai vizekre lövök. Ja, hát miért ne ajánlhatnám a saját podcastemet, hárman vagyunk benne, és a tartalomgyártásról beszélgetünk, fotós, videós témák vannak, marketinges témák, szóval ja, ez egy podcast. Mindenkinek van ugye podcastja, szóval ez nem újdonság, hogy nekem is van. Jó, megyünk tovább. Culture Geeks, vagy Culture Geeks, ki hogy mondja, ki hogy érzi, és ott van még mellette a pluszos csatornájuk, és a pluszos csatornájukról elmondhatom, hogy az egyik legigényesebb és legjobban kidolgozott shorts videókat ők csinálják Magyarországon. Nem tudom, hogy miért nem kezdték el hamarabb, nem tudom, hogy miért nem csinálnak többet, bármint tudom, de nagyon jók. Szóval mindenképpen nézzetek rá, kellő humor, kellő info, kellő minden van benne. Mintha kis kémia laborba öntenék össze az összetevőket, patika. És a nagy videóik is egyébként tök jól vannak összerakva, tök szimpatikusak, szóval, ja, csak ajánlani tudom. Ilyen, hát, ja, benne van a nevükben kultúra, meg geekség, szóval ezekkel foglalkoznak, úgyhogy, ja. Következő dalfutár, mostanában nem nézem annyira, de tök jó, hogy vannak ilyen értelmes műsorok, ahol kicsit így szakmailag is tudsz bizonyos dolgokba belelátni, és ez például itt a zenekészítés, ami terítéken van, egy remek műsorvezetővel, és lényegében kell több a sikerhez, szóval mostanában nem nézem, kicsit úgy sok lett, de csak ajánlani tudom. Következő, Dörner Csenge, ő ilyen gazdasági és mindenféle egyéb dologgal foglalkozik, ő remek példa arra, hogy vannak még a YouTube-on betöltetlen rések, nisek, és hogyha jön valaki, és elég jól ért ehhez a nishez, akkor be tudja tölteni, jött a Csenge, nem csinált senki ilyen videókat, ilyen gazdasági, pénzügyi videókat, érthető nyelven, jött és megcsinálta. Sikeres, baromi jó videókat csinál, nyilván technikailag lehetne még fejleszteni ezeken, de szerintem tökre élvezhető, nézhető. Igazából ennyi, hogyha van egy olyan rés a YouTube-on, amit még senki nem töltött be, és téged érdekel, akkor itt az idő. El kell kezdeni, amíg nem jön valaki. Következő, Duszka Peti, hát igen, ő mostanában nagyot megy, egy filmes ember, aki átjött a YouTube-ra, és itt YouTube-oskodni kezdett, szóval ő még nála még a siker titkát nem tudjuk megfejteni, de én már látom, hogy mitől lesz ez a csatorna sikeres, meg szerintem a Peti is látja, hiszen van annyi szakértelme már szerintem, plusz ott van abban az irodában, ahol az Ádámék, a fókuszcsoport Ádámék, szóval szerintem ő már így tudja, hogy kell egy sikeres csatornát felépíteni. Ja, akit érdekel a filmezés, és tényleg egy profitól akarja hallani, az nézzen rá Peti csatornájára. Következő, Fencák Stúdió. Ez valami elhagyatott csatorna, amúgy nem is tudom, miért került fel ide. Az egyik moderátorom, nagyon-nagyon szép munkái vannak, ért az ilyen VFX-ekhez, nem tudom mik azok, de ezekhez ért, és inaktív. Szóval menjetek már oda és írjátok meg neki kommentbe, hogy hello, gyere vissza, csinálja a videókat, mert ja, lehetne több ilyen VFX-es mulatság itt a YouTube-on, de megértem, hogy időigényes. Következő, fókuszcsoport, és jól van ez így. Hát ja, itt is a siker egyik titka a rendszeresség, jó időzítés, jó témák, populáris témák, igazából ennyi. Ezt nem lehet tovább fejteni, jó lenne velük bífelni, de sajnos ők már a Nessájt választották, szóval én már nem férek így. Túl kis hal vagyok ahhoz, hogy velem bífeljenek, de mindig mókás, amikor ők bífelnek valakivel. Szóval ja,
ugorjunk is tovább. Ne beszéljünk ennyit róluk, mert csak ingyen reklám. Jó, ja, és itt is egyébként a Jól van ez így esetén is egy olyan hiánypótlásról beszélhetünk, hogy senki nem foglalkozott nagyon így napi szinten politikával és hírekkel, fogyasztható módon, és a srácok látták, hogy erre amúgy lehet, hogy van igény, nem csinál senki ilyet, töltsük be ezt a rist, és betöltötték. És látszik, hogy napi 100 000 embert érdekel ez a téma, úgyhogy ja, megint csak azt tudom mondani, hogy nézni kell, hogy nem olyat kell elkezdeni, amiből már van 1000. Ne csinálj egy 18 000. Minecraft csatornát, mert valószínű rohadt nehéz dolgod lesz. Persze lehet sikeres azzal is, de nagyon nehéz lesz, akkor máshogy kell picit csinálni. Kicsit csavarni kell rajta, stb. Következő az Influencer Podcast. Ez egy érdekes podcast. Nem tudom eldönteni sokszor, hogy ők most a szakmához akarnak szólni, vagy a nézőkhöz. Néha vannak olyan vendégek, akikkel olyan szakmai adást csinálnak. Nemrég volt egyébként a Benszülött Bálna is, azt hiszem, ott vendég, és olyan adást csináltak, hogy így ültem, annem ez így a nagyon szakmai lett. Köszi, hogy ezt így megcsináltátok nekem, de amúgy rajtam kívül ez kit érdekel. Néha meghívnak ilyen influencereket, és arról beszél az influencer, hogy ó, már az első szavam is a zene volt, meg megkérdezik, hogy mennyit keres egy influencer. Vagy nem tudom, volt-e ilyen kérdés, de hogy néha meg olyan, mintha az influencer rajongóihoz szólnának. Szóval egy tök érdekes koncepció szerintem, csak azt tudom javasolni, hogy folytassák, nyomják ezerre, mert engem nagyon érdekel, és legyenek ilyen podcastek, amik ezzel a szakmai résszel foglalkoznak, mert tök jó, és csapassák. És majd ez idővel kiforja magát, itt talán azt lehet tanulságként levonni, hogy elindul egy csatorna, vagy podcast, vagy akármi, és ez formálódik, és idővel megtalálja az útját, hogyha az ember szeretné. Szóval te is, ha elindítasz egy YouTube csatornát, nem lesz elsőre tökéletes, nem lesz elsőre bebetonozva az, hogy te mit szeretnél, és hogy szeretnél, és kihez szeretnél szólni, és stb. Nyilván vannak ilyen esetek is, de ha fámból kezdesz el egy YouTube csatornát, akkor nincs ilyen benne. A következő a Just Vidman csatorna, nem tudom, mit mondjak. Nyilván ő azzal fog meg az embereket, hogy animációt csinált. Egy animált karakter mögé sokkal könnyebb szerintem beállni, sokkal többet lehet játszani ezekkel a dolgokkal, sokkal kreatívabbnak lehet lenni, és ja, igényes volt, rohadt jó a humora, szóval, hogy ezekkel a dolgokkal ő levette a magyar internetet a lábáról, és azóta is töretlenül nyomja. Nyilván most már megkaphatja azokat a kritikákat, hogy, és azt hiszem meg is kapja, hogy nincs annyi animáció, de hát én teljesen megértem, hogy évekig tolta, és kicsit így megcsömörlöd benne, és egyszerűbb ezeket a videókat legyártani, de én videó szemmel is látom, hogy nagyon sok munkát rak a videóba, szóval hogy ez nem biztos, hogy egy néző észreveszi, de én amikor nézek egy Just Vidman videót, így látom, hogy ember, komolyan, ezt így megcsináltad, de miért? Szóval, anélkül is tök jó lett volna, és közben meg látod, hogy ilyen kicsi apróságok vannak, amikkel valószínű a Vidman több percet, órát eltölt, és ettől olyan jó, hogy a kis apró részletekre is odafigyel, és nem csökken az igényesség, még akkor sem, ha az emberek azt látják, hogy nincs animáció, pedig régen volt, és az milyen jó volt. Úgyhogy, ja. Következő a Jóreg Kártász. Kicsit úgy kevertem a Twitch-el is, ő Twitch-en nyomja, tényleg egy szerethető figura. Nála talán azt tudnám kiemelni, hogy egy tök jó személyiség, tényleg úgy jó nézni, jó hallgatni, tök értelmesen tud megnyilvánulni rengeteg témában. TikTokon, ha megnézitek, rengeteg nagyon jó humorú videója van, szóval a humor is ott van, igazából streamernél kell lennél több, hát nyilván nem. Ennyi bőven elég, hogy valakit nézzenek. Egy szimpatikus karakter, és valószínű önmagát adja, mert nem lehet sok-sok napig, óráig, hétig, évig ugyanúgy streamelni egy karaktert, és itt nyilván az a tanulság, hogyha jó a karaktered, ha jó arcember vagy, akkor sokan fognak nézni, ha kitartóan nyomod és grindolod az egészet. Ő kitartóan nyomta és grindolta, úgyhogy lényegében ez ilyen egyszerű. Nyilván ez így egyszerű elmondani, hogy jó, az a siker titka, hogy rendszeres legyél, meg legyél jó arc, de hát ezt nem lehet mélyebben megfejteni, nyilván, de lehet, hogy meg lehet mélyebben, lehet, hogy meg is fogjuk majd egyszer. Szóval van rá esély. Na, menjünk tovább. Magyarósi Csaba, hát figyeljetek, napi vlogol, mindenféle érdekes dolgot bemutat. Ő a legjobb példa Magyarországon arra, hogy annyira nem lecsúnyát mondok, de szerintem ezzel a Csaba is tisztában van. Annyira nem
a minőség dominál a videóiba. Nyilván szép kamerával veszi fel, nyilván ő nagyon figyel ezekre, így ez jött le a videóiból, de nem egy cinematik, nem akar mozi élmény lenni, nem akar Hollywoodot csinálni, vagy lehet akar, csak nem tud, de szerintem inkább az van mögött, hogy nem akar, mert egyrészt nem is lehetne napi szinten Hollywoodot forgatni, másrészt nem is kell ehhez a formátumhoz. Itt lényegében a Csabának sikerének a titka, ami miatt mondjuk én is nézem, hogy elvisz mindenhová. A Csaba olyan, mint egy ilyen virtuális utazó társ. Elvisz helyekre, és tudjátok, szokták azt mondani a videósok, hogy vettünk egy Teslát, amikor vesz a szabokból egy Teslát, vagy megkóstoljuk most ezt, és ez mindig nagyon mókás, hogy de nem, én itt ülök, te meg ott ülsz, és te kóstolod, meg nem, együtt kóstoljuk. De talán a Csaba nem mond ilyeneket, viszont a Csabánál olyan érzés van, mintha tényleg elmegyünk ide, elmegyünk oda, beülünk ide, kis kiállítás, kis hamburger, kis izé, kis ez meg az, és akkor itt tök jó, így felfedezzük együtt a világot. Szóval ő ilyen kis virtuális úti társ, ami egy tök jó szerep a YouTube-on, és talán őt ez emelte ki, és tényleg ezeket úgy elő tudja adni, és itt megint előhozom a személyiséget, meg a jó arcságot, hogy ezt közvetlen módon elő tudja adni, nyilván ebben már most nagy rutinja van, hogy beszélünk a kamera előtt, de neki meg ez az, ami így a kis fűszer a videóiba, úgyhogy én ezért nézem. A következő megint egy streamer, a Margaréta lány, már talán neki is mondtam, hogy a Twitch-en ő olyan, mint a béke szigete. És tudom, hogy a Chris Advice használta ezt a saját streamjeire, szerintem a Margaréta lány nem is mond ilyet a saját streamjébe, de én mindig, amikor streamel, tudom, hogy oda bemegyek, mindenki nyugist lesz, minden chill lesz, és témakifejtegetések lesznek, kis kreatívkodások, és így, amikor úgy eleged van a világból, meg az összes TikTok ingerből, meg mindenből, akkor elmehetsz oda. És kicsit kikapcsolhatod az agyad, mármint olyan értelemben, hogy nem fog az arcodba ugrani 1000-1 millió inger, nem fog senki ordibálva rage-elni a kamerában, hanem egy chilles közeg fogad, és egyébként jó arc, mindenkit szívesen lát, és gondolom, hogyha ilyen kreatív kérdésetek van, hogy kell grafikai dolgokat megcsinálni, hogy kell hímezni, stb., akkor valószínű biztos azokban is segít, hogyha nem, akkor bocsi, de valószínű én azt feltételezem róla, hogy ilyen kérdések is biztos ki vannak fejtve a streamen, úgyhogy ja, csak ajánlani tudom, lehet több ilyen grafikai művész csatorna, ő itt egyedül viszi kb., biztos vannak mások is, de én azt látom, hogy kb. Így rendszeresen, meg nagyobb nézőközönség elő talán az egyedüli, aki így ezt viszi, de lehet csak én nem vagyok képben, és vannak sokan mások is. Lenne több ilyen kreatív streamer videós, mert én ezeket szívesen nézem. Tök jó nézni azt, hogy valaki alkot valamit, és ez téged is inspirál egyébként arra, hogy de jót csinált itt, végigkövettem, hogy hogy rajzolta meg a legújabb fókuszcsoport emojit, és ez neked is inspiráló lehet, hogy ó, hát akkor én is csinálok már valamit, hát most megnéztem ezt a streamet, és na, kezdjünk már magunkkal valamit, csináljunk már valami kreatív dolgot, szóval erre tök jó lehet még így pluszban. Úgyhogy megyünk tovább. Következő, amire meg néha rászoktam nézni, a Nessai React csatorna. Hát itt nyilván itt csak azért nézem meg, hogy van-e rólam reakció, aztán megyek tovább. De ja, érdekes lehet. Vannak néha olyan Nessai React videók, amik ilyen nagyon alacsony labdák, például amikor a múltkor valami kóstolós akármire reagált, azt így nem tudtuk hova tenni, de néha meg tök jó csatornákat mutat be. Ezt a csatornát talán azért emelném ki, mert olyan, mintha Nessait minden is érdekelni, és valószínűleg ez így is van, és rengeteg olyan kis csatornát néz meg, amik tök hasznosak, igényesek és jók. Szóval, hogyha kifogytál a tartalomötletből, akkor pár Nessai videó után szerintem találsz olyan csatornát, aki wow, hogy létezik ilyen csatorna, és de jó, megnézem. Szóval a Nessai Reactot ezért raktam itt a listára. Meg hát azért, mert a Nessai fizetett érte. Nem. Ja, elviccelődjük itt. A következő a Palóc videótéka, akik rengeteg kis vicces, humoros cuccot csinál, top 10-es listák, meg stb. Nem tudom, hogy filmezéssel foglalkoznak-e, valószínű egyébként igen, nagyon igényesek, és most már, hála az égnek, elkezdett nőni rohamosan a feliratkozó számuk, legalábbis én ezt látom, meg a nézettségük is kezd elérni arra a szintre, amit megérdemelnek, és annyi munkát raknak ezekbe a projektekbe, hogy az hihetetlen. Én, mint aki szintén videózással, fotózással foglalkozom, látom, hogy rohadt sok energia, rohadt sok munka, jelmezek, tervezés, forgatókönyvírás, stb. Biztos, hogy brutál melójuk van. Ebben látszik, hogy szívvel, lélekkel
csinálják és imádják, és mostanában tényleg olyan témákat kapnak el, hogy bárki tud velük rezonálni, úgyhogy csak ajánlani tudom őket. Ha vicces videókat akartok nézni, akkor ott vannak ők. Ha olyan vicces videókat akartok, pontosítok, amik nem ilyen nagyon alacsony színvonalú poénokra építenek. Tehát ők nem azon röhögnek, hogy megkóstolnak egy csilit, és rosszul lesznek tőle, és röhögnek rajta. Szóval nem ez a poén szint, meg nem ez a felolvasunk egy régi viccet egy vicckönyvből szint, hanem ez az igényes szint. Szóval, ha igényes humorra vágysz, akkor ajánlom. Következő, megint picit tegyük félre a kis politikai nézeteinket, a Partizán baromi igényes, egyszerűen talán az egyik legdurvább magyar YouTube csatorna. Tényleg le a kalappal előttük, rengeteg szerkesztő, vágó, operatőr, stb. Ember dolgozik ott. Nyilván túl sok a politika, de ez most olyan, hogy nekem túl sok, valakinek meg lehet, hogy túl kevés. Én, amiket itt nagyon szerettem, a péntekesti Partizán, meg a Partizán Pop, amikor híres emberek eljönnek, és egy olyan közegbe kerülnek bele, ami nem a megszokott. Nem arról kérdezik őket, hogy és mire gondoltál, amikor megírtad a Sajnálom, hogy vége lett Baby című dalt. Hát, igazából arra gondoltam, hogy sajnálom, hogy vége lett Baby. Szóval, ja, nem ilyen alacsony röptű kérdések vannak. Nyilván sokan szokták ezt is kifogásolni, hogy jaj, miért kell a politikáról beszélni mindig, de szerintem tök jó, amikor eljön egy olyan ember, aki a pop iparba tevékenykedik, és picit beszél a politikáról is. Szóval rendkívül sok dolog kiderül az emberekről ezekben az interjúkban. Én ezért szeretem, meg nyilván követem néha politikai dolgokat, de ugyanaz van itt is, mint a következő csatorna esetén, a Puzsér esetén, hogy lehet kapni egy ilyen partizán Puzsér túladagolást. Ez úgy szokott nálam kinézni, hogy megnézek 2-3 partizán részt, 2-3-4 Puzsér részt, és így sok lesz. És akkor 2-3 hétig nem nézek ilyeneket, aztán megint előveszem. Szóval, ja, ilyenek ezek. Következő, Rike. Ő az a csilis ember, aki csilis dolgokat kóstol. Nála két dolgot tudnék kiemelni, videókat annyira nem nézek tőle, annyira nem érdekel ez a csilis téma. Hát, bocsánat. Nem, de bírom a csilit, szóval, ja. Na mindegy. Viszont a videói is nagyon igényesek, meg többször beszélgettünk már erről, hogy nagyon, nagyon igyekszik minél igényesebb dolgokat csinálni, és minél jobban csinálni ezeket a dolgokat, szóval ez tökre elismerendő. Viszont, amit én kiemelnék, ami szintén egy olyan dolog nekem, hogy így felmegyek a Twitch-re, és így jaj, de jó, hogy esténként szokott a Rike streamelni, és... Hát olyan, igazából nem tudom, miről szoktak ott szólni a streamek, szóval így felmész, és így beszélget a csettel. És ez tök jó, olyan, tényleg oda felmész, és mintha legjobb spanoddal beszélgetnél. Szóval egy tök jó a hangulat, és ott nem az van, hogy mit tudom én, megy a témázgatás, és megkérdezed, hogy amúgy te mit gondolsz a mezei nyulak párzási szokásairól, és akkor nem az lesz, hogy mennyi innen ki vagy banolva, most éppen más téma van, hanem azt mondja Rike, hogy fejtsük ki, beszélgessünk erről, mondjuk a következő téma legyen ez. Szóval így tök jó, egy ilyen baráti közeg van, este, ha unatkozol, és szeretnél valakivel beszélgetni, akkor odamész, és csettel, meg a Rikével tudsz beszélgetni. Tényleg baromi jó. Egy ilyen kis barátságos zónája ez a Twitchnek, ha így zónákat akarunk felhozni, mint az előbb a Margaréta lánynál. Következő a Rókaland vlog. Régen nagyon szerettem ott egy formátumot, ami mostanában már kikopott, de hát ez így működik a YouTube csatornák esetén. Formátumok jönnek, mennek, nagyon lelkesen érdeklődik a gasztro világ iránt, ugye vendéglátás, turizmus, ezeket a témákat feszegeti, és tényleg átjön, hogy ő ennek él, nagyon szereti csinálni, nagyon lelkes. Megvan itt ezen a csatornán is ez a szomszédlány effektus, hogy mintha itt a szomszédlány csinálgatná a videókat, egy átlag ember, és ez a bája az egésznek, hogy egy olyan ember beszél ezekről a dolgokról, aki látszik rajta, hogy nagyon imádja, ez az élete, és tökre képbe van a dolgokkal, úgyhogy csak ajánlani tudom. Szerintem meglepően kevés feliratkozója van ahhoz képest, amilyen vibe-úak a videók. És akkor menjünk tovább a következő főzős, kóstolós emberre, aki nem más, mint a Salai Márk. Hát nyilván nála is ez a szomszédsrác effektus, ez nagyon bejátszik, és itt is egyébként nyilván minőségileg is folyamatosan fejlődik, de szerintem a Salai videókhoz hozzátartozik ez az ilyen, hogy fogalmazzak szépen, ilyen amatőr báj, ami így megvan ezekbe a videókba, és tudom, hogy egyébként tök jól videózik, de talán ez a Sallai
csatorna, akkor futna szerintem nagyon zátonyra, beköltözne egy ilyen profin bevilágított stúdióba, és egy ilyen mű valamivé változna az egész. Akkor szerintem itt picit sok néző lenne, aki azt mondja, hogy a régi Sallai sokkal jobb volt. Nyilván ő is megkóstol dolgokat, és elmondja a véleményét, és amúgy tök jó. Én szoktam nézegetni, és mindig irigykedek, hogy milyen jó neki, hogy rendelt egy csomó jó dolgot, és megette őket, és bárcsak nekem is lenne sok pénzem rendelni. Na mindegy. És amit még nem értek, hogy a francba bír ennyit enni? Hova teszi azt a sok kaját? Rendel egy videóba 15 burgert, és megeszi őket. Hova? Na mindegy. Szóval ő remek srác amúgy, úgyhogy csak ajánlani tudom. Hogyha szeretnétek kikapcsolni, és megnézni, és meghallgatni azt, hogy egyébként melyik helyen milyen a kaja, én egyébként azokat a videókat szeretem, amikor nyílik egy új hely, és akkor elmegy és leteszteli, meg azokat is, nem is tudom. Csomó jó formátuma van. Megyünk tovább, a sávlekötő a következő. Kicsit a dalfutárhoz tudnám hasonlítani, jönnek zenészek, és szépen kielemzik, hogy az adott dalba mit, hogy csináltak, kicsit ilyen háttérsztorit raknak az egész mögé. Ez szerintem nem annyira népszerű, mint kellene, de hogyha téged érdekel a zenekészítés, meg így a dolgok mögött lévő kis apróságok, akkor mindenképp érdemes lecsekkolni. A következő a súlytalan, igen, itt hazai terepre lövünk, hát nyilván. A benszülött bálna ugye szokott streamelni, és Twitchen ez heti kétszer megy, ahol megnéz különböző mainstream videókat, különböző érdekes YouTube videókat, mostanában különböző ilyen reklámkampányokat, szépen kielemzi, elmondja a véleményét, szerintem nagyon korrekt, és ez is egy olyan hiánypótló, hogy nem nagyon van ilyen, aki mondjuk egy Samsung reklámról elmondja a véleményét, és kifejti úgy, hogy amúgy ő mellékesen marketinges. Szóval, hogy valószínű nincs sok ilyen, vagyis hát nincs ilyen, csak ő, jelen pillanatban magyar YouTube-on, és ez tök jó. Szerintem bárki számára érdekes lehet, hiszen ezek a reklámok napi szinten jönnek velük szembe, ezek a videósok napi szinten jönnek velünk szembe, úgyhogy csak ajánlani tudom, meg hát nyilván jóba vagyunk, úgyhogy alapból felkerült volna ide a listára. Következő a Szirmai Gergely, ő a Hollywood News Agency-t szokta nyomatni, és hát nyilván őt akkor nézem, amikor nincs kedvem elmenni a moziba megnézni egy filmet, de ő tök jól elmondja majd, hogy miről szól. Nem, egyébként tökre bírom. Szerintem az egyik ilyen nagy alakítása, hogy amikor van egy filmkritika, van egy film, akkor ő nem csak azt mondja el, hogy miről szól a film, meg hogy jó volt-e, meg nem volt jó, hanem mindig próbálja összekötni valami más témával, és így sokkal többet ad egy-egy filmkritika, mint az, hogy elmondja, hogy amúgy az új Batman nagyon jó volt, hogy ezzel mit kezdjek, de összeköti olyan témákkal, amik meg nagyon érdekesek. Meg hát alapból a Szirmai ez egy érdekes karakter, nagyon bírom a vibe-ját, ahogy a videókban olyan, mintha megivott volna 6 Red Bullt, és így nyomatja neki, az nagyon szeretem, szóval jó nézni számomra, és nyilván ő is nagyon régóta tolja, nagyon konzisztensen, jó voltak kimaradásai, de hát ez belefér, ha valakit sok-sok évet tolja. Következő a Tech 2, ez szimplán Magyarország egyik legminőségibb, hanem a legminőségibb tech csatornája, a Tech 2 Laci csinálja, és baromi igényesen vannak megcsinálva a videók, és lényegében ennyi kell egy tech csatornához. Nagyon igényes, és nagyon jól körüljár minden témát. Nagyon jó a csatornának itt a vibe-ja, egy nagyon higgadt, nyugodt, felkészült ember ül a kamera előtt, és ez biztos, hogy nagyon sok embernek tetszik, meg biztos van rengeteg ember, aki szerint baromi unalmas, de én inkább azt mondom, hogy ez az ilyen letisztult nyugodtság, ez tökre megnyugtató. Beraksz egy Tech 2 videót, és tudod, mire számítasz. Tudod, hogy valószínűleg nagyon felkészült, szakmailag is nagyon ott lesz, és amúgy egy ilyen kis chilles videót kapsz. Úgyhogy, A következő a Technoscope, ők lassan meg lesz itt a 100 000, úgyhogy előre is gratulálok neki. Itt szimplán nagyon sok munka van a videókban, nagyon igényesek, tényleg le a kalappal, amennyit ő belerak ezekbe, én nem rakok ennyit a videóimba, szerintem, és itt nyilván, ami őt fellendítette, és ami neki a kis fűszere a csatornán, az nem más, mint a humor és a dolgok egy tök más szempontból való megközelítése, tényleg őt ez az, ami előre viszi,
ezúttal is kívánok neki rengeteg sok sikert, mert tényleg egy jó arcemberke van egyébként a csatorna mögött, úgyhogy ja, kívánom neki, hogy tolja tovább ezt nagyon sokáig. A következő a Telex, hát a 444-hez lehetne ezt hasonlítani, nekik is tök jó ilyen hír videóik vannak, tök igényesen vannak megcsinálva, nekik nincs ilyen special sorozatuk, volt régen, azt hiszem a clickbait híradó, vagy mi volt a neve, ahol ilyen clickbait hírekre reagáltak, és az nagyon jó volt. Hát nyilván, tipik hír műsor, hír csatorna. És a következő betűrendben az utolsó, a kedves Ung Dani. TikTokon szoktam látni a videóit, és nagyon nem értem, hogy ezeket miért nem pakolja fel YouTube-ra, mert én főleg YouTube-on nézek videókat, szóval én tökre örülnék neki, ha felraknám, szóval Dani, ha véletlen nézel, léci, tegyed már fel ezeket YouTube-ra. Na, ha storytellingből kéne valakit mondanom itt Magyarországon, aki brutál erős, akkor az a Dani lenne. Tényleg ez is olyan, mintha kis laborba lenne összeöntögetve, hogy kell összerakni egy jó, rövid videót, ami egy tök jó történetet, vagy egy gondolatmenetet elmesél. Tényleg lehet tőle nagyon sokat tanulni videós szemmel, úgyhogy lényegében csak ajánlani tudom. Ha fiatal vagy, akkor nagyon sok élethelyzetben megtalálod majd magad itt a Dani videói kapcsán. Úgyhogy lényegében ennyi. Végigvettük, végig nyaltuk a magyar YouTube-ot. Nem akartam nagyon dicsérni senkit. Ha véletlen valakit így túl dicsértem, akkor bocsánat, nem akartam, hogy ilyen kringé legyen. De ezek jó csatornák. Ezeket én is nézem, és szeretném, ha még több ilyen jó csatorna lenne. Úgyhogy nyomassátok. Csináljátok YouTube csatornát, foglalkozzatok olyan témával, amit szerettek, ami érdekeltiteket, és igazából végső soron amúgy ez a titka. Szóval, hogyha megnézed, a legtöbb itt felsorolt csatornánál olyan ember ül, aki nagyon szereti csinálni azt, amit csinál, és nagyon szereti ezt a témát, amiről videókat csinál, és végsősoron ez a legfontosabb. Utána lehet köré építeni az algoritmust, a funkciókat, a minden mást, de ha ez nincs meg, akkor nem lesz sikeres YouTube csatornád. Mondjuk lehet egy ilyen pénztermelő géped, ami így hozza az ügyfeleket, de az meg egy marketing eszköz, az meg nem egy YouTube csatorna. Szóval ja, ennyi lettem volna mára. Hogyha valaki kimaradt a listáról, és neked nagyon fontos, akkor megírhatod a komment szekcióba, hogy kicsit bővüljön ez a minőségi lista, és nyilván amúgy ezt is kevesen fogják megnézni ezt a videót, mert azt a címet kéne adnom, hogy a Magyarország legszarabb videósai, és akkor valószínű azt hinnék, hogy ilyen bífek vannak, és jönnének, de így meg csak simán egy ilyen, akit érdekel, hogy kik a jó videósok. De remélem, hogy tudtam nektek új csatornát is mutatni, nyilván nagyon sok népszerű csatornát nézek, nagyon sokan jöttetek mondjuk a Bálnától, a Nessájtól, szóval nyilván nektek ez a pár csatorna nem lesz új, de remélem, hogy valakinek tudtam újat mutatni. Úgyhogy én Szabó Viktor vagyok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk egy következő videóban. Ciao, ciao! I feel like